plébános atyát, kollégáimat, a kedves szülőket és titeket, gyerekek, a 2017-2018-as nevelési év kezdetén. Ünnepségünk elején énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Sok érdeklődő tekintet látok most, hogyha körbenézek, és nem is lepődök meg ezen. Véget ért a nyár, elkezdjük az új tanévet, ami minden évben tartogat újdonságot, meglepetéseket. Egy iskola életében nincs két egyforma tanév. A nevelőtestülettel együtt pedig azon vagyok, hogy minden változás jót hozzon, legyen egyre jobb és jobb az új nevelési év. Egy változás akkor jó dolog, ha az újítással párhuzamosan megmarad minden, ami addig jó volt. Iskolánk is ragaszkodni fog eddigi tradícióihoz. Amitől elmondhatjuk, hogy a zsombói iskola más a többitől, és páratlanul a miénk. Ezért is származik az idei mottónk Mórus Szent Tamástól, ami így szól. A hagyomány nem a hamuőrzése, hanem a láng továbbadása. Büszkék lehetünk hagyományainkra, amiket ebben a nevelési évben is tovább viszünk. Úgy őrizzük viszont a régit, hogy helyet adunk az újnak. Kedves diákok, amíg ti nyaraltatok, pihentetek, felkészültetek az új megpróbáltatásokra, az élet az iskolában nem állt meg. Beruházások, fejlesztések kezdődtek. Folyosói padokat vásároltunk, hogy ne a földön ücsörögve várjátok a délutáni foglalkozásokat, ahogy eddig. Teljesen megújult a rajzszertár, a salgóholcok átláthatóbbá teszik azt a sok eszközt, amit ti is használtok. A legjobban talán az új műfüves focipályának fogtok örülni, az eddigi annyira népszerű lett a körötökben, hogy indokolt volt a második kialakítása is. Használjátok egészséggel. A legszembetűnőbb megújulás az épület előtt figyelhető meg. A régi járda helyett díszburkolaton léphettek be az iskolába. A tavaly megkezdett felújítás is befejeződött, mindenhol lambéria került a megkopott falakra a folyosón. Biztonságunkat pedig a megújult riasztórendszernek köszönhetjük. A munkálatok még nem értek véget, a belső udvar játékai is megújulnak, sőt, a szülői összefogásnak köszönhetően újak is érkeznek hamarosan. Ha pedig bejöttök az irodába, nem fogtok ráismerni. Két szoba egymennyitása is jelzi a legfontosabb átalakulást. Holnaptól egyesül az általános iskola és a művészeti. Összenő, ami összetartozik. A Szeged Családi Egyházmegye iskolánk alapítója is így gondolta ezt, ezért felvállalta a zsombói művészetoktatás fenntartását. A gondoskodás, amit eddig tapasztalhattunk, hogy az anyagi biztonság mellett a helyi döntéseket nem akarja messzire vinni, hanem hagyja, hogy azok helyben szülessenek meg, a tankerületi évek után a művészeti iskola működését is meg fogja határozni. Nem csak az új tanévet köszöntjük tehát, hanem az új iskolát is. A nevünk holnaptól Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A művészet oktatás befogadásával párhuzamosan búcsút veszünk Móra Halantól. 5 éven át nevelgettünk egy intézményegységet, ami mára megerősödött, felnőtt. Eljött az idő, hogy megkezdje önálló életét. Sok sikert nekik, Isten áldásával. Remélem, minden jót, amit Zsongultól tanultak, hasznosítani tudnak. Megújult iskolánk új vezetése is, így kezdjük meg a tanévet. Holnaptól Faragó Gabriella, a művészeti iskola eddigi intézményvezetője lesz, az új igazgatóhelyettes. Kívánok neki sok sikert, hogy méltó helyére lépjen Gera Erikának. Erika 2011 óta volt legfontosabb támaszom. Számíthattam rá mindenben. Köszönöm neki, hogy pontos, precíz munkájával hozzájárult az ökkenőmentes mindennapokhoz. Hogy az adminisztráció mindig készen állt bármilyen ellenőrzésre, hogy az ügyvitel példaértékű volt az egyházmegye többi köznevelési intézménye számára is. Holnaptól az élet más területén kell helytállnia. Biztos vagyok benne, hogy gondoskodó anyuka válik belőle. Egész közösségünk nevében kívánom neki, hogy egészséges kisbabája szülessen, akiben sok örömet elég majd. Nektek gyerekek pedig, nem kell aggódnotok, nem maradtok történelem tanítás nélkül. Az 5. és a 6. egy ambíciózus fiatal kolléga kezdi meg a munkát, fogadjátok majd szeretettel Bóka Attilát. Remélem, szeretni fogjátok a történelmet, hiszen ez a világ legszebb tantárgya.
Remélem, hogy ezt még a 7.-8.-osok is így gondolják, akiknek továbbra is velem kell beérniük. Bízom benne, hogy a 6.-B-osztályosok is hamar megszeretik majd új osztályfőnöküket, Zsemje Ágnest, aki a tegnap felmondott Tarcza Márta Edit helyett viszi tovább az osztályt. Ági örömmel és azonnal igent mondott a felkérésre tegnap, hiszen már ismeri a gyerekeket és tudja, milyen jó kis csapat élére kerül. Hitéletünkben is új fejezet nyílik, hiszen augusztustól új plébánosa van Zsombónak. Kopasz István atya, aki már tiszteletét tette az iskolában, bár hittant nem fog tanítani, felajánlotta segítségét mindenben, amivel csak fordulunk hozzá. Isten hozta, remélem gyümölcsöző együttműködés veszi majd kezdetét. Most, hogy mindent elmondtam, amit fontosnak éreztem, a 2017-2018-as nevelési évet Isten áldásával megnyitom. Meg új tanulóinkról, az elsősökről, akik Kati nénivel megkezdik iskolás éveiket. Kedves gyerekek, nagyon figyeljetek oda, mit mond nektek Kati néni. Érezzétek itt jól magatokat nálunk. Szerezzetek sok dicséretet, ismerkedjetek meg a betűkkel, a számokkal. Bízom benne, hogy év végén sokan lesznek közületek, akik saját maguk olvashatják majd el a jutalomkönyvekbe írt méltató szavakat. Kedves gyerekek, tudom, hogy készültetek, úgyhogy kíváncsian várjuk tanévnyitó műsorotokat.
Nagyon jó, sokkal okosabbak
Zsoltot, Zsombor Nagyközség polgármesterét, tanegyító gondolatainak elmondását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó napot kívánok! Sziasztok! Amikor gondolkodtam rajta, hogy miről beszéljek a tanévíton, csupa olyan dolgok jutottak eszembe, hogy kincs süt a nap, jobb lenne a strandon lenni, de ezt a vidámságot látván szerintem mindenki sokkal jobban örül, hogy elindul az iskola. Főleg hátul látom a mosolygós arcokat a nagyobbak között. Kedves... Nézzétek meg! Kedves elsősök, az óvodai ballagásatokon én már mondtam, hogy csupa móka és kacagás lesz az élet, és kaland, és tanárnéni, többi pedagógus és iskolai dolgozó, a szülők segítségével egy új kalandra indultok, de hát úgy látszik, hogy a kaland az jól indul, a másodikosok megmutatták, hogy minden frankó az iskolában. Hát lesz egy kis bőkkenő, de azt szerintem örülni fogtok neki, hogy egy kicsit majd tanulni is kell. Azt szerintem mindannyian imádtuk, amikor az iskolába kerültünk, és csak úgy szívtuk magunkba a tudást. Kedves nagyobbak, ti már tapasztaltabbak vagytok, ti még jobban szerettek bizonyára tanulni. Az évzáron ennek azért láttuk a jelét is. Rengetegen közületek kitűnően végezték az előző évet. Hát kívánom, hogy az idei évben még többen legyetek. Kedves legnagyobbak, de a többieknek is szól, hogy stílszerű legyek, találok egy olyan telefont, amiről ezt fel tudom olvasni. Akkor hoztam nektek egy anekdótát az egyik magyar polihisztronunkról, Hermann Ottóról. Remélem a latint már jól fogom olvasni. Habent sua fata liberi. Hermann Ottó, a nagy természettudós és néprajzkutató, 1901-ben írt egy kis könyvet. Címe: A madarak hasznáról és káráról. A könyvet a tanítók, a jegyzők és lelkészek ingyen kapták meg. A könyv olyan népszerűségnek örvendett, hogy az egyik nagyalföldi híres város gimnáziumának néhány növendéke meg akar már szerezni, tanári minőségben kérte megküldését. Az iskola igazgatója elkobozta és értesítette a minisztériumot, hogy a diákokat szigorúan megbüntette. Az akta az ornitológiai könyvtárba is lekerült. Az intézet igazgatója Hermann Ottó volt, aki az alábbi sorok kíséretében küldte vissza az iratot a főhatóságnak. Haben sua fata liberi, ami ennyit jelent, a könyveknek is megvan a maguk sorsa. A könyv rendeltetése az, hogy terjedjen. A büntetés pedig csak abból állhat, hogy a diákok tanulják meg. Ezzel a bölcs megjegyzéssel egyenlítette ki az iskola bürokratizmusát. És hogy miért is olvastam ezt föl, egyrészt már jogofának gondoltam, hogy 2017-ben ne csak papír legyen előttünk. Ezek az eszközöket ti nyilván már sokkal jobban használjátok most is, mint mi szüleitek. Ez természetes lesz. Viszont ami a tartalom ennek az anekdótának, az nem is a könyv az izgalmas, hanem maga a tudás. Most már vannak ilyenjeitek, utána tudtok nézni, hogy például ki volt az a Hermann Ottó és mit csinált. Ne csak játékra használjátok, hanem tudásokat gyarapítására is. Tudom, nagyon jó, hogy pedagógusaitok mindent megtesznek ezért tabletes órán, meg gondolom szüleitek is. Amikor nem tudnak esetleg valamelyik kérdésre válaszolni, akkor használjátok a számítógépet, a tabletet, a telefont arra is, ami hasznos. Gyarapodjatok tudásban, ugyanis egy egyszerű példával élve, még abban a korban, amikor ez a könyv született, nagy eséllyel egy földet művelő ember a lovat kísérgette esetleg egy ekével. Most meg valamire való őstermelő nem is tud létezni, anélkül, hogy különböző adminisztrációs feladatokat elne végezzen, a tudását gyarapítsa az internetről, tehát teljesen megkerülhetetlen.
ez a része menni fog, technika változik, ehhez mindig hozzászokunk, viszont az meg a ti felelősségetek, szüleitek, pedagógusaitoké, hogy arra használjátok, ami tényleg gyarapít benneteket. Kedves nyolcadikosok, gondolom így a nyár végén nem azzal telt el az összes gondolatotok, hogy mi lesz majd a pályaválasztása. Van egy jó hírem, ezen nem is kell még 4 évig gondolkodni, hogyha nagyon jó tanultok. Elmentek valami jó suliba, és akkor lesz még rá 4 évetek. Ez egy plusz motiváció akart lenni. A többiek pedig már gondolkodhatnak róla. Egy jó szakemberekre mindig szükség van. De a tudásra akkor is szükségetek van. Egy mai asztalos, vízvezetékszerelő, bármilyen szakmában dolgozó ember csak akkor tud jól boldogulni, hogyha elsajátítja azt, amit lehet tanulmányai során. Péter bácsit egy kicsit ki kell javítanom, vagy egészítenem, vagy a saját érzéseimet elmondanom. Azt mondta, hogy a legjobb tantárgya történelem. Az én emlékeim szerint a legjobb tantárgya matek. Biztos mindenkinek más a kedvenc tantárgya is, nem is az a lényeg, hogy egymást meggyőzzük, hogy melyik a legjobb, hanem az, hogy mindegyikről azért tudjuk azt az eredményt mindegyikben el tudjuk érni, amire szükség van az általános tájékozottságunkhoz, amelyiket meg kifejezetten kedvelünk, abban meg tényleg legyünk profit az élet bármelyik területén. Ha valaki nagyon kiemelkedő, akkor könnyű dolga van az életben. Amit még szerettem volna megjegyezni, a változásokat igazgató úr elmondta, talán egyet nem sorolt fel. Nagyon sokszor mondtam, és ezt így is gondoljuk, nem csak én, az egész képviselőtestület, hogy a Zsombói iskolának mindig is 2 fenntartója lesz, formálisan Szeged-Csanádi egyházmegye, de a település képviseletében mi ugyanúgy gondoljuk, hogy a mi felelősségünk is megvan az iskola, illetve az óvoda működésében. Az idei évtől, szeptember 1-től az egyházmegye kérésére az önkormányzat átvette az étkeztetést. Bár a mindennapokban sok változást nem fogtok tapasztalni, ugyanúgy a Zsombói étterem fogja főzni. Remélhetőleg mindenkinek ízlő étkeket. Mindössze a szüleiteknek lesz egy kis technikai változás, hogy máshol kell ezt befizetni, illetve az önkormányzatnak egy kis feladat, hogy mindezt lebonyolítsa. A másik, ami mellett nem szeretnék szó nélkül elmenni, hogy holnaptól ugye összenőtt, ami összetartozik, ahol klasszikusokat idéznek, már Péter bácsi is idézte. Nagyon örülök neki, hogy végre újra egy szervezeti egység a kétféle oktatási forma, és csak a szülőt megjegyzem meg zárójelben. A rengeteg változás mellett, ami országosan változás, amivel segíti a kormányzat a családokat, az iskoláztatást, a tankönyvtől, az étkeztetés finanszírozásán át sok mindennel, hogy tegnapi napon hallottam egy Kárpát-medencei magyarságról szóló műsorban, hogy Felvidéken, az a Szlovákiában, mibe kerül egy gyermeknek az iskoláztatás, akit költséget emeltek ki. Az étkeztetés az olyan 60-90 ezer forint, hogyha egy gyermek mondjuk művészeti iskolába jár, akkor az nagyjából olyan 45-60 ezer forint. Természetesen nem mondom, hogy egyformák a bérek, mert olyan óriási különbségek nincsenek, de azért én legalábbis önömmel tapasztalom, hogy mindig lépegetünk előre, és fontos az államnak is, hogy Zsombóhoz hasonlóan mindenütt sok magyar gyermek szülessen, és már így is hosszú voltam, és ezért valószínűleg úgy járok, mint Péter bácsi, mindig rá kell, hogy hivatkozzak, mert ő beszélt előttem, hogy a tanévzáró ünnepségen akkora fergeteges tapsot kapott, persze most is megtapsolták illedelmesen, de nyilván ez a tanév elejének betudható,
én meg nem szeretnék a beszédem hosszúsága miatt így járni, úgyhogy kiváló tanélet, kívánok csupa móka és kacagást, és jó tanulást mindenkinek, eredményes pályaválasztást, és sok-sok kitűnőt az év végére. Köszönöm mindenkinek az együttműködést ebben, pedagógusoknak, szülőknek, és legfőképpen nektek gyermeket. Köszönjük polgármester úr szavait, találkozunk holnap, ne felejtjétek, tanfelszerelést még nem kell hozni, most pedig ünnepségünk végén énekeljük el a szózatot.